Nehéz, mély talajon mért össze tudását a megyei első osztály két élcsapata. Az első fél időben a vendégek Kállai révén megszerezték a vezetést. A második 45 percet végig támadta a balkányi együttes, gólt azonban csak egyet lőttek, Kerti találatával alakult ki az 1-1-es végeredmény, ami azt jelenti, hogy Mirgai László együttese 13 fordulót követően is veretlen a bajnokságban. Ilyen rangadón, ilyen iszap birkózásba, ennyi helyzetet kidolgozva, amennyit kidolgoztunk, és hát a Gagyi az NB1-es szinten védett, a Nagyhalászban kapufánk voltak, szerintem a kettőből egy 11-es is volt, két olyan szituációnk volt, amit meg lehetett volna adni. Helyzetek alapján több góla kellett volna nyerni a második fél időbe. Az elsőben ők voltak fölénybe, kontráztak, ott azt mondom, hogy szerintem egy kicsit ott a középpályán megvertek minket, de azt már a második fél időbe szerintem helyzetek alapján akár 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A vendégek edzője szerint az első fél időben eldönthették volna maguk javára a mérkőzést. A második fél idő képe alapján a szakember igazságosnak tartja a pontosztoszkodást. Az első fél idő alapján, ha berúgó helyzeteket nyernünk kellett volna, a második fél időben viszont jobb volt Balkány, én úgy gondolom, hogy az X az reális eredmény. A másik dolog meg még az, hogy nekem a két belső védő nem játszott, az sajnos az meglátszott a csapaton, de akik játszottak, azért pótolták valamilyen szinten. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Rakamaz 5-1, Vásáros Tamin Baktalóránt háza 2-3, Tiszavasvári Tuzsér 1-1, Nyírgyulaj Gyula háza 3-1, Ibrány Szakói 4-0 és Sényő Mándok 0-3. A Fehér Gyarmat Nagyecset találkozó a pálya használhatatlansága miatt elmaradt. A tabella élén a Balkány áll 31 ponttal, megelőzve a 28 pontos Nagyecsedet és a 25 pontos Nagyhalászt. A következő fordulóban a Balkány Nagyecseden lép majd pályára.